A mai videóban azt nézzük meg, hogy milyen különbségek vannak az ételalapú és a szintetikus vitaminok között. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Ujjhelyi Szabolcs Zoárd. A szintetikus vitaminok rövid távú problémák kezelésére, például egy méregtelenítésre kiválóan alkalmasak, de semmiképpen sem jók hosszú távú vitaminpótláshoz, például ha megelőzni akarunk, ha biztosítani szeretnénk a testünk számára a szükséges mikrotápanyagokat. Ha kezünkbe veszünk egy terméket, és rajta van a címkén, hogy 100 mg van ebből a vitaminból, 500 mg van a másikból, tudhatjuk, hogy az egy szintetikus készítmény. Az emberek általában azért hajlamosak arra, hogy szintetikus készítményekkel pótolják a vitaminokat, mert egyrészt olcsóbbak, másrészt úgy tűnik, hogy nagyobb adag vitamint vihetnek be velük, ami sajnos nagyon nem igaz. A természetben a vitaminok egy komplex rendszerben vannak jelen, nyomelemekkel, kofaktorokkal, polifenolokkal, enzimekkel és más vitaminokkal kombinálva. Ez azért lényeges, mert amikor szintetikus vitamint fogyasztunk, akkor ennek a komplex rendszernek csak egy szeletét visszük be, ami hosszú távon egyensúlytalanságot okoz az adott vitaminnal kapcsolatban, mert a testünk az adott vitamin elemeit különböző folyamatokhoz, különböző kombinációkban használja. A testünknek például nem csak aszkorbinsavra van szüksége, ami a C-vitaminnak a külső rétege, hanem például a flavonoidokra, az enzimekre, a K-vitaminra, amelyek egyébként a természetben részei a C-vitaminnak, de a szintetikus C-vitaminban ezek nem találhatók meg. A szintetikus vitamin lényegében egy mesterségesen létrehozott szelet, általában egy olyan 10-20% az eredeti vitaminból. A szintetikus vitaminokból hiányoznak az enzimek, tehát a testünk enzimeket kell létrehozzon ahhoz, hogy hatékonyan fel tudja őket használni, ezáltal nagyobb terhet raknak az emésztőrendszerre, mint az ételalapú vitaminok, amelyekre mindjárt mondok jó pár példát. Rengeteg kutatás van már arra vonatkozólag is, hogy a szintetikus vitaminok nagy mennyiségben mérgezőek, sőt, daganatos betegségek kialakulásával és összefüggésbe hozták már egyeseket, például a beta-karotint és az E-vitamint. Tehát amikor a hírekben hallunk olyat, hogy adott vitamin rákot okoz, akkor arra gondoljunk, hogy itt a szintetikus vitaminokról van szó, amit mesterséges úton állítanak elő, például petróleumból, kukoricakeményítőből, kénsavból, szénszármazékokból, tehát olyan anyagokból, amelyekben soha nem voltak jelen vitaminok. Ezek a hírekben elhangzó kutatások is egyébként igazolják azt, hogy a mesterséges vitaminok hosszú távon nincsenek túl jó hatással a szervezetünkre. Természetesen nem arról van szó, hogy minden szintetikus vitamin mérgező, elsősorban akkor jelentenek problémát, ha hosszú távon, hónapokon, éveken át fogyasztjuk őket. A vitaminpótláshoz először is ott vannak azok a készítmények, amelyeket különböző növényekből a folyadék eltávolításával hoznak létre, majd azt porítják és kapszulákba helyezik. Ezek már mindenképpen egy jobb kategóriát jelentenek a szintetikus mesterséges vitaminokhoz képest. Másodszor pedig vannak azok a koncentrált ételek, akár mint mindennapi ételek, amelyek természetüknél fogva magas vitamintartalmúak. Az A-vitamin legjobb forrásai a csukamájolaj, kapszulázott és olajformában is kapható, illetve a májételek. A B-vitaminok legjobb forrásai a sörélesztőpor és tablettaformában is kapható, a máj, a vaj és a tojás, a kiegészítő készítmények közül pedig a friss, tiszta méhpempő. A C-vitamint pótolhatjuk acerola és kamukamu bogyóból készült koncentrátummal, ezek kapszulázott formában kaphatók általában, homoktövislével, csipkebogyóval, savanyú káposztával, bogyós gyümölcsökkel. A D-vitaminnak sajnos nincsen semmilyen természetes koncentrált formája, amit elfogyasztva nagy mennyiségben tudnánk pótolni, tehát igazából csak a napsütés marad, mint hosszú távú megoldás. Az E-vitamin legjobb forrása búzacsiraolaj, napi 1-2 evőkanál búzacsiraolajjal pótolhatjuk a napi E-vitamin szükségletünket. A K2 vitamin növelésére nagyon jó a vaj, a sajtok és a savanyú káposzta, a K1-re pedig a keresztes virágú zöldségek, leveleskel, brokkoli, gelbimbó. Mindezeken túl van jó néhány olyan kiegészítő táplálék, amely nem csak
egy-néhány vitaminnak a jó forrása, de koncentrált formában sok minden mást is tartalmaznak, azaz nagyon keveset fogyasztva belőlük, arányaiban nagy mennyiségű természetes vitamint tudunk bevinni velük. A májételek és a belsőségek, a tiszta méhpempő, a virágpor, a mikroalgák, búzafű, az árpafű, a moringa, a goji bogyó, a maka, a csiamag, az acai bogyó és mások. Köszönöm a figyelmed, remélem hasznos volt ez a videó. Jó egészséget kívánok mindenkinek, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!